1610. december 29-én Turzó György Nádor hazafelé tartván Bicsei otthonába, Csejtén vacsora fölött megfogja az erős fekete bég Nádasdi Ferenc özvegyét Bátori Erzsébetet. Az eset a község kastélyában történt. Innen a várba viteti fel az asszonyt, ahol pedig ítéletet mondott felette, és örök fogságra veti. Megtiltván, hogy az őrségen és papjain kívül bárki mással érintkezzen. Bátori Erzsébet ma a világon legismertebb tömeggyilkos. Egyesek szerint 650 fiatal lány meggyilkolása köthető hozzá. Alakja, különösen az Angol szász világban, egyet jelent az örök életű vámpírral. Több tucat könyv és számos film dolgozta fel az alakja köré szövődött legendát. Élete utolsó négy évét saját várában csejtén töltötte házi őrizetben. Soha nem ítélték el, az ügyét a korabeli igazságszolgáltatás nyitva hagyta, ami a későbbiekben hozzájárulhatott a legkülönfélébb találgatásokhoz, az emberi fantázia burjánzásához és mítoszának létrejöttéhez. A magyar történetírás csak a XX. század végén kezdi el az ügyet a modern forráskritika módszereivel feltárni, hiszen addig az érintettek az ügy kirobbantóinak szándékait meg sem vizsgálták. Inkább az volt a módszer, hogy a legendát nem különítették el a tényektől a kutatók sem, hanem magát a mítoszt próbálták megmagyarázni utólag. Ezért születtek olyan tanulmányok, melyek szerint őrült volt, szexuálisan aberrált, rossz házasságban élt férjével, és gyerekkori traumáit nem tudta feldolgozni. Arra nem volt igényük a kutatóknak, hogy a saját korának viszonyai között vizsgálják és értelmezzék Erzsébet alakját és magát az ügyét. Történészi szemmel ez rendkívül szokatlan és érthetetlen is egyben számomra. Először Szádecki-kardos írma kérdőjelezte meg az áldozatok irreálisan nagy számát, és megtette azt, hogy rekonstruálta a lehetséges haláleseteket. Nem utolsó sorban pedig bebizonyította, hogy szó sem volt tömeges gyilkosságokról, és maga a vád pedig teljesen alaptalan és kitalált. De vajon mit követett el Bátori Erzsébet a vádlói szerint, hogy ilyen hamarjában kellett intézkednie a nádornak? Meséljen erről Túróci László jezsuita atya, hiszen 1729-ben Nagyszombatban kiadott művének köszönhetően indult el a lavina, melyben leírja Erzsébet történetét. Bátori Erzsébet, aki házasságban élt Nádosdi Ferenccel, hogy ennek a férfinak elkötelezettje legyen, lemondott a katolikus szentségekről és a luteránus hittel kötötte össze magát, amelyet a férje vallott. Itt kezdődik a bukása. Beszennyezte az Isten hitét, hogy ezzel is férje kedvében járjon. Vénusz, akit a szolgáló keze ékesít, szorgalmasan nézegeti magát a tükörben. Kezét minden munkától megkímélte, nem kell semmilyen kötelességet teljesítenie. Jó módon körbepillant, miközben a fésűnek a lehető legkíméletesebben kell a haját érintenie. E munka közben esik meg, hogy egyik elővigyázatlan szolgálója megrántja az elragadó héra haját. Erzsébetben felforra azonnal szájon vágja büntetésként a lányt. Kiserken a lány vére, egy csepp az úrnő arcára hull, ő egy vászonnal letörli azt, és a helye, elámulva mondhatjuk, részben megszépül. Közelebbről is megnézi, és csoda tárul eléje. Az a hely vonzóbb lett. Ilyen erős az emberi vér. Az ördögtől megszállt nők ravasz művészete megragyogtatta a szemét. Erzsébet a felismerést követően becstelenül kezd gondolkodni a külleméről. Micsoda! Ha ilyen kis mennyiségű vér ilyen nagy finomságot kínál, mi mindenre lenne képes, ha teljesen átitatna engem? Így aztán két vénasszonyt fogadott fel segítségül, Ilonát és Dorotát. Ezek a tapasztalt pokolfajzatok még ártalmasabbak, úrnőjük akarata erősen próbára teszi őket és bátorítja. Először is gyilkolásra alkalmas helyet keresnek a pincékben, amelyekről korábban már szóltunk, és kulcsaikat elkérték. Gondozásukba veszik ugyanazt a lányt, akinek első vére hírára fröccsent, és elrendelik a megölését. Egy bizonyos János hajtja végre ezt, akit Erzsébet kisfiú korától nevelt, és fickónak nevezett. És úrnője parancsára azonnal, amit sem sejtő szolgálóhoz lopakodik, akit abba az istentelen pincébe küldtek. Ott a legkegyetlenebbből, vassal átdöfik, és életétől megfosztják, a vénasszonyok felfogják a vérét. A végzetes férben megfürdött Erzsébet, és ebben egyáltalán nem kételkedem, ördögi képzeletében ismét szebbnek látta magát. A kimondhatatlan istentelenség évről évre nőtt, és férje halála után, özvetségében egyre öregedve, a szentségtörő gyilkolás fokozódott. Ez a nő személy az ártatlan leányzók pusztulásának okozója, amit azok a régi költők jegyeztek fel a történelembe, akik nem ismertek ilyesmit egyetlen férfiról sem kitalálni. De ebben az egyetlen nő személyben fedezték fel a saját arcmása iránt érzett pusztító szerelmet. Az igazság az, hogy semmi sem közepes a nőben. Vagy jó, vagy gonosz. Toróci szemszögéből nézve ez egy tanító célzatú mese volt. Aki elhagyja a katolikus hitet, az bizony az ördöggel cimborál. Ebben a történetben, ami a pofonvágott szolgáló lányt és a gonosz úrnő esetét illeti, ez elég gyakori kép volt a 18. századi ponyvaregényekben. Még a felekezeti viszonyok leírása is torz. Az a csejtei prédikátor, akiről a későbbiekben látni fogjuk, hogy szívből gyűlölte Erzsébetet, még ő sem vádolta más felekezetűek üldöztetésével, pedig ő olyat is terjesztett róla, hogy emberevő. Nem tudjuk, hogy honnan vette az értesülései túróci, mert rajta kívül senki sem írt hasonlót bátori Erzsébetről. És most nézzük meg, hogy hogyan él a magyar és külföldi köztudatban Bátori Erzsébet. Nem lepődünk meg, hogyha azt mondom, hogy gonosz és kegyetlen úrnőként, aki az örök testi fiatalság utáni vágyakozásában hallatlanul kegyetlen módokon fiatal lányok százait gyilkolta le. Az európai irodalomban az alakja egyrészt az ördöggel lepaktáló hiú asszonyság, másrészt pedig az örök életű vámpír megtestesítője. Az ilyen jellegű modernkori történetek kiinduló pontja lett egyébként. A 19.-20. században a témával foglalkozó kutatók mind gyilkosnak, elmebetegnek, súlyos lelki zavarban szenvedőnek igyekeztek beállítani. Vélhetőleg nekik voltak inkább súlyos prekoncepcióik ezzel kapcsolatban. Szerintük miért volt tömeggyilkos Erzsébet. Ezt magyarázták többek között a korszak kegyetlen viszonyaival, Erzsébet lelki alkatával. De ennyiből azt mondom, hogy kanizsai Dorottya, az rinyi Ilona vagy a Szigetvári Zrinyi Miklós is ugyanebben a korszakban éltek, és ők mind magasztos keresztény értékrend szerint mutattak példát. Attól, hogy a török kor kegyetlen is volt, még ezen felül számos más, szeretettel teli és világos oldala is volt. A benne élők választhattak ugyanúgy, mint mi manapság, hogy kivé és mivé váljanak. Ezen felül még a nacionalizmus keretein belül is megpróbálták utólag értelmezni a tetteit. Egy szlovák történés szerint szlovák jobbágy leányok magyar arisztokrata gyilkosa volt Bátori Erzsébet. Végül a 20. 21. század vége és eleje hozta meg a kívánt szemléletváltást, melyben a figyelem középpontjába a kritikus gondolkodás, az oknyomozói történészmunka és a józan paraszti ész használata kerül. Ezen vizsgálatok keretében merül fel először, hogy az a nyomozás és eljárás, amelyet Bátori Erzsébet és szolgálói ellen folytattak, jogsértő volt, mégpedig számos tekintetben. Itt merült fel először, hogy a több száz tanú legnagyobb része nem látott semmit, nem tud semmit, csak hallotta valakitől, amiről ő úgymond tud. Itt merült fel először, hogy a több száz tanú legnagyobb részének vallomása értéktelem. Itt merül fel először, hogy lényegében kizárólag azok tesznek tanúvallomásokat, akik plegykákból merítik az információikat. Azok pedig, akik valóban az események fő tanúi lehettek volna. Például Erzsébet közvetlen környezetében éltek, teljes mértékben mellőzve lettek, a korszak és a források tüzetes vizsgálata tükrében kijelenthető, hogy a legendás alak és a történeti személy nem feleltethető meg egymással. Ennek a videónak nem titkolt célja és szándéka a vérgrófnő legendáját eloszlatni, és a rekonstruált történeti valóságot pedig bemutatni. Bátori Erzsébet 1560-ban látta meg a napvilágot Nyírbátorban, a hatalmas és régi Bátori család tagjaként. Apja Ecsedi Bátori György, anyja pedig a család somjói ágához tartozó Bátori Anna, tehát a szülők távoli rokonok voltak. Anyja fivére Bátori István az erdélyi fejedelem, 1576-tól pedig lengyel uralkodó. Egyébként Közép-Európában meghatározó politikai személyiség. 1575. május 8-án házasságot köt Nádasdi Ferenccel, a korábbi Nádor Nádasdi Tamás fiával, aki egy rendkívül tehetséges politikus volt. Nádasdi Tamás nem mellesleg a Szigetvári Rényi Miklósnak pedig nagyon jó barátja. Erzsébet és Ferenc házasságából származó gyermekek közül három éri meg a felnőtt kort. Nádasdi Anna, aki a szigetvári hős unokájához, szintén Zrinyi Miklóshoz megy feleségül, Nádasdi Kata, aki homonai druget György felesége lesz, aki később országbíró lesz, és Nádasdi Pál az örökös, aki utóbb mecénás, az evangélikus egyház támogatója, ezen kívül író, és az ő fia lesz Nádasdi Ferenc, aki harmadik ezen a néven a családban, akit később veselényi féle mozgalomban való részvétele miatt elítélnek és kivégeznek. Erzsébet férje Ferenc kiváló politikus volt, az Élésházi perben tanúsított viselkedése alapján pedig tisztességes is. A török ellenes harcok magyarországi vezér alakja, akit az oszmánok csak erős fekete békként emlegetnek. A halála előtti napon igyekezett mindent elrendezni, ami a családja jólétét illette, és még nem szánt rá időt. A török elleni harcokban társa, Turzó György, a későbbi nádor jó indulatába, és gondviselésébe ajánlotta szerelmes feleségét és gyermekeit. A kiskorú Pál fia mellé pedig Megyeri Imrét, egyik famíliárisát rendelt nevelőnek. A nádasdi házaspár barátainak, ismerőseinek levelezése alapján kijelenthető, hogy botrányoktól mentes, a kor megfelelő házasságban éltek, amely inkább a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapult, sem mint a szerelmen. Eddig egyetlen levél, de még feljegyzés sem került elő arra vonatkozóan, hogy veszekedtek volna, avagy ellenségesen viselkedtek volna egymással. Tehát nem kell erősítgetni azt a képet, hogy gyűlölet, boldogtalanság lett volna közöttük, de minimum unalmas lett volna a házasságuk tényként kiemelném még, hogy a korabeli dokumentumok alapján feleségként és később özvegyként is felelősségteljesen gondolkodott, mind a vagyonát, birtokait illetően, a szolgálói, a familiárisai tekintetében, mint pedig a család jövőjét illetően is. Pontosan kiismerte magát az uradalmak irányításának gyakorlati kérdéseiben. Értett a gazdálkodáshoz, kereskedelemhez, felismerte, hogy mi az előnyös a családnak, és törődött a jobbágyaival, valamint a beosztottjaival. Ez ebben az időszakban jóformán elvárás is volt a főúri asszonyok felé, hiszen az úr, a férjek gyakran időztek a harctereken és a fővárosban. Elképesztő egyébként, hogy milyen szinten értettek ezek az asszonyok a szervezéshez, az adásvételhez, a bérlőikhez, a gazdasági tervezéshez, a vámokhoz, uradalmak leltárához, mezőgazdasági technológiákhoz, lényegében a stratégiai gondolkodáshoz. Ne felejtsük el, hogy a védekezéshez is, hiszen a török korszakban járunk. És nem csak törökök, hanem hajduk is fosztogattak a felkelések alatt. Még Torzó György az Erzsébet elleni nyomozás elrendelője és vezetője birtokait sem kímélték. És igen, esetenként akár a saját szomszédjaik birtokszerző akcióitól is tartaniuk kellett ezeknek az asszonyoknak, amikor özvegyként igyekeztek helytállni a kor viszonyai közepette. Az özvegységgel pedig még több kihívásnak kellett megfelelnie. Illően el kellett temetnie a férjét, a lányoknak megfelelő férjeket kellett találni, fiának pedig az öröklött címeket és a vagyont, a birtok egységét kellett biztosítania. Erről az időszakáról így ír Battyányi Ferencnek. Anélkül is számtalan gond, kit Isten ne adott volna bátor érnöm, érközik fejemre, melyeket valameddig mindenképpen jó módjával helyére nem intézök, addig aféle levelek fölhányatására és megnézésére nem érközhetöm. Erzsébetet több szerző vádolta azzal, hogy anyaként nem állt helyt, nem foglalkozott a gyermekeivel. Nos, ennek több tény is ellentmond. mond. Szoros volt a gyermekeivel a kapcsolata, és bensőséges. A lányaik még férhez menetelük után is rendszeresen látogatták, tanácsait és segítségét kérték. Akivel rossz a viszonyom, illetve valami miatt nem tisztelem, nem tartom sokra, azt nem látogatom gyakran, és nem is fogadom el a tanácsait, nemhogy még kérem. Lányai az ország más részeibe mentek férhez. Tehát, ha meg akarták látogatni anyjukat, fivérüket, hosszú és kényelmetlen utat kellett megtenniük. A másik dolog, hogy a férjeik megtehették volna, hogy nem engedik el őket. A koraújkor számos más férje megtette, hogy évtizedeken át akár nem engedte feleségét a szüleihez, az anyjához. Főleg, ha ilyen rettenetes üzelmeket folytatott volna, amivel vádolták. Mókiusz Jakab, Nádasdi Pál tanítójának leveleiből kiderül, hogy Erzsébet példásan intézte fia Pál nevelését. Külön személyzet gondoskodott róla, elméje pallérozásáról pedig rajta kívül még Megyeri Imre a nevelője gondoskodott. 1610-ben a letartóztatása évében megválasztatta Pált Vasvár megye örökös főispányává, és előkészületeket is tett, hogy az év második felében átadja neki a sárvári birtokot. Az is tény, hogy a vizsgálat során sem Megyerit, sem Mókiusz nem kérdezték arról, amik a környezetükben történtek. Pedig ők azok az emberek, akik Erzsébet legbelsőbb tereiben és otthonosan mozogtak. A valakiknek, nekik biztosan feltűnt volna több száz lány meggyilkolása. Nem maradt fenn egyetlen hiteles forrás sem arra vonatkozóan, hogy ő rossz anya lett volna. Sőt, ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk. Ez egy erőltetett, utólag visszavezetett gondolatmenet, és épp úgy konstruált, mint az ellene felhozott vádak. A kötelességeit maradéktalanul teljesítette, egészen pontosan az 1610. évre. Ez év tavaszán indul ugyanis az ellene folytatott ellentmondásokkal teli nyomozás. Tehát mire ügyesen eljárt azon dolgokban, amelyek fontosak voltak a család szempontjából, és tegyük hozzá, hogy a kor elvárásai szerint is azok voltak, sikerét beárnyékolta egy olyan veszély megjelenése, amelyre nem számított. Kegyetlenségének több tény is ellent mond, itt csak néhányat emelnék ki. Például a levelezéseit vizsgálva kiderül, hogy az emberek nem tartottak tőle. A környezetesen volt bizalmatlan és tartózkodó, épp ellenkezőleg voltak olyan nemesek, akik messzi földről is az ő udvarába akarták küldeni a lányaikat nevelkedni. De még a szolgálói a varró lányai közé is érdemnek számított bekerülni. Több adat is van arra vonatkozóan, hogy nekik milyen készséggel, illetve jó tulajdonsággal kellett rendelkezniük. Tehát nem akárkit vett föl Erzsébet a szolgálatába. Itt láthatók azoknak a szolgáknak a nevei, akik később a bűnügy során kilettek hallgatva, ugye tortúra által, és végül egy ellenük folytatott perben ellettek ítélve. A legkorábban 1594-től állt a nádasdiak Erzsébet szolgálatában Újvár János, akit Fickó néven emlegetnek, és még Túróci János leírásában is így nevez. Egy évvel később került az udvarába Darbúlia Anna nevű vénasszony, akit más neveken is, névváltozatokon is emlegetnek. Ő viszont már rég halott volt, mikor ugye a nyomozás egyáltalán megindult volna, viszont azért raktam be ide, mert többször felmerül a neve, az úgynevezett bűntársak vallomásában is ráhivatkoznak. Aztán Jó Ilona és Benicki Kata 1600-tól, 1605-től pedig Szentes Dóra. Volt egy érdekes eset 1602-ben, a magyari féle eset. Ő Sárváron volt prédikátor. 1602-ben egy terjengő szóbeszéd arra késztette őt, hogy nyilvánosan megintse a nádasdi házaspárt a mazsarnoki kegyetlenség miatt, amelyet udvarukban egy gonosz asszony gyakorol. Tehát itt még nyolc éve járunk a vizsgálat elindítása előtt. Ebben az esetben nem Erzsébet kegyetlensége volt a probléma, hanem az, hogy, mint magas rangú házas pár eltűrnek bizonyos kegyetlenséget az udvarukban, melyet egyik szolgálójuk gyakorol. És mégis mi volt az alapja ennek a feddésnek? Csak maga a szóbeszéd, mely látni fogjuk a későbbiekben, hogy lényegében erre alapoznak minden Erzsébet elleni vádat. 1602-ben még Darbúlia Anna nevű vénasszonyról volt szó, aki állítólag kegyetlenül bánt némelyekkel. Mit jelent az, hogy vénasszony? A korszakban nem a korát jelölte, hanem hivatását, és ezek a vénasszonyok többféle feladatot is elláttak, lehettek például dajkák is, lehettek mosónők, és lehettek gyógyítók, mindez akár egyszerre is. Valószínű itt uh, valamiféle gyógyító tevékenységről lehetett szó, ami a kívülállók számára kínzásnak tűnhetett, ugyanis a korszakban nem osztották meg a gyógyítók, az orvosok, a, a bábák, a füves asszonyok, a füves emberek a tudásukat mással, és némi misztikum lengte őket körül, és ha olyan eljárásokat alkalmaztak, ami a kívülálló számára kínzásnak tűnt, akkor az emberek ezt, ezt úgy is vették, hogy ő kínozza, ő bántja az embereket. Erzsébet panaszkodik is férjének levelében erről az esetről, férje pedig igen megneheztelt a prédikátorra érette. Ez a lelkész továbbra is a pozíciójában maradt, sőt, Nádasdi Ferenc későbbi temetésén ami egészen pontosan 12 évvel később következik be, ő méltatja az elhunyt érdemeit. Tehát itt is lehet következtetni Erzsébet valós egyéniségére arra, hogy hogyan élt a hatalmával. Az őt kritizáló egyházi személy továbbra is a férjével közös udvarukban szolgálhatott, holott a legendabeli személyiségét ismerve itt már minimum vérnek kellett volna folynia. És miért meséltem el ezt a történetet? Azért, mert párhuzamba vonható egy országos eseménnyel, és ebben a fejezetben bemutatott többi történelmi tényre is igaz ez, Magyari prédikációs feddésével ugyanis egy időben zajlik országos szinten egy olyan per, amely bizonyítottan koncepciós, jogsértő és hamisított ítélettel zárult. Az ország akkori második emberét, Illésházi István Nádort érintette az ügy. 1602-ben az akkori uralkodó második Rudolf még csak puhatolózott a magyar vezetők között. Az ország bíráktól megkérdezte, köztük Erzsébet férjétől, Nádasdi Ferenctől is, hogy mi a véleményük ezen pert illetően. A másik szereplő Turzó György volt, akinek később nagy szerepe lesz az Erzsébet elleni nyomozásban, hajlékonynak bizonyult a véleményét tekintve, Nádasdi viszont illésházi mellé állt. Sőt, még azt is megtette, hogy a saját bécsi házában adott neki menedéket, ő maga pedig távol maradt az ügytől. Érdekes, hogy pont ekkoriban kezd terjedni az a szóbeszéd, hogy a nádasdi házas pár kegyetlenséget tűr meg az udvarában. Ez miért baj, hogy van, akiről hülyeséget híresztelnek? Azért, mert a korban még sokkal jobban számított, mint manapság, hogy kinek mennyit ér a szava, mennyire bővelkedik, vagy éppen szűkölködik a tisztességben. Nem véletlenül mondja Erzsébet nagybátyja, Bátori István, lengyel uralkodó, bármit elvehetnek tőled, de a becsület pótolhatatlan. Természetesen már ebben a korban is sokan megjelennek, akik csak képmutatóak ezen a téren. De mégis egy ember hitelét be lehetett feketíteni efféle eszközökkel is. Egy ilyen szóbeszéd alkalmas lehetett nádasdi sarokba szorítására a politikai életben. De persze tudva levő, hogy az eszközök korunkra semigen változtak. Ezért is nagyszerű a történelem, nem állunk teljesen eszköz és tudás nélkül, hogy lássuk, mi is folyik éppen a jelenben. Időben a következő történeti adat az ügyhöz kötődően Bátori Gábor erdélyi fejedelemsége 1608-tól. Ő volt a Bátori Ágnak tündöklő csillaga és egyúttal természetesen Erzsébet rokona is. A lengyel korona megszerzésére is tervetsző, és a magyarért is kész nyúlni. Utóbbival kapcsolatos események éppen 1610-ben tetőznek Erzsébet letartóztatásának évében, ugyanis Gábor már eddig is igyekezett a magyar nemesek támogatását megnyerni magának. Ezt az Erzsébet ellen nyomozást vezető túrzó György mindig is nehezményezte. Tehát a két dolog kötődhet egymáshoz. A bátori Erzsébet elleni vádak mögött valójában politikai érdekek is húzódtak, de ez innentől már a következtetések terepe is. Erzsébet ügyében a nyomozás 1610. március 5-től indul. Ekkor rendeli el túlzó György Nádor a parancslevelében az előzetes tanúvallatást. Az első tanúvallató levél idejét már ugyanezen hónap végére dátumozzák, tehát már 1610. március 26-án ott volt a nyomozás irányítóinak a kezében 34 ember vallomása. Felejtsük el azt a képzetet, hogy bátori Erzsébet csak azért élt és mozgott, hogy botrányos élvezeteit és az örök fiatalság utáni vágyát megvalósíthassa. Ezzel a képpel ellentétben ő egy nagyon is tudatos személyiség volt, és mint ilyen, a kezében összpontosuló vagyont sem hagyta védelem nélkül. Ekkor készül a végrendelete, melyet saját kezüleg írt, és jogi szempontból mégis inkább egy vagyonbiztosító remek műnek mondható. Fokozatosan engedi ki kezéből a vagyontárgyakat. És később Nádasdi Pál is ezt a vagyonvédelmi koncepciót viszi tovább, amit anyja kialakított. 1610. októberében több haláleset történik csejtén. Ekkor már folyik a nyomozás, a tanúk serény kihallgatása Nádasdi özvegye ellen. Alig több, mint másfél hónap alatt viszont hét vagy nyolc lány meghal októberben csejtén. A korszakban minden főúri udvarnál voltak olyanok, akik értettek a gyógyításhoz, akár maguk a főúri asszonyok is. Ezt a szerepet töltötték be az említett vénasszonyok is Erzsébet udvarában. Valószínű, hogy itt járvány volt ekkor, Erzsébet el is utazott a lányával a pöstjéni fürdőbe kuráltatni magát. A lányokat pedig a szolgálóira bízza. Viszont mi alatt ő távol volt, ezek a lányok szép sorban meghaltak, és Erzsébet elől is eltitkolva eltemetik őket. A probléma a móddal is volt, meg a titkolózással is. Az egyik udvarban és hevenyészet módon eltemetett lány holtestét éppen Zrényiék látogatásakor kikaparják a kutyák, és az esetnek híre megy. Aztán következett a második tanúvallató levél ugyanezen hónap végén. Erzsébet letartóztatása előtt pár nappal egyik vejez Rinyi Miklós tisztázni kényszerül magát udvari körökben. Bizonyos rosszindulatú vádakkal szemben kellett megvédenie magát. Mégpedig az volt ellene a feltételezés, hogy a hűtlenség esetleges bűnébe esett. Bátori Gábor erdélyi fejedelemmel áll olyan kapcsolatban, mely a magyar királyság érdekeit sértheti. És elérkeztünk az úgynevezett tettenéréshez, legalábbis a nádor nevezi így, néha napján, nem mindig. 1610. december 29-én. Magával a tettenéréssel a következő fejezetben részletesen foglalkozni fogok, hogy mi is ez pontosan, hogyan zajlott, milyen érdekek mentén haladhatott. Itt csak a kronológiai sorrendiség miatt fontos megemlíteni. És ekkor tartóztatja le a nádor a grófnőt és négy közvetlen szolgálóját. Egy nappal később, december 30-án, néhányan egy olyan hatásosan megrendezett jelenet szemtanúi lehettek, melyre a nádor invitálta a környékbeli nemeseket és gazdákat. Ennek keretében megmutatta nekik az áldozatokat, egy holtestet és egy sebestestű leányt. A négy szolgát, akik Erzsébet közvetlen szolgálói voltak, pedig elkezdik kikérdezni, még itt csejtén, a korban elfogadott eszközöket is bevetve. Aztán megemlíteném a csejtei lelkészt, Ponikínuszt, aki Erzsébet bebörtönzése utáni napokban járt nála néhány paptársával. Gyanús gyorsasággal jelenik meg ezen a helyszínen. Nem tudjuk pontosan mely nap, de mindenképp a rajtaütést követően. Az esetről írt beszámolója, jobban mondva jelentése, Turzó György Nádor levéltárában landol. Valamint itt kerül elő először a boszorkányság vágyja is Erzsébet ellen, mely vád már az egy héttel később kezdődő tárgyalás anyagában és érdekes módon megjelenik. Ugyanis eddig fel sem merült az ilyesmi. Maga a tárgyalás nyilvánosan zajlott 1611. január 7-én, mely nem Erzsébet ellen zajlott, hanem a négy úgynevezett büntársa ellen, akit később ki is végeznek. Egyedül Benicki kata menekül meg, őt valószínűleg nemesi származása óvhatta meg ezen végtől. Ezen tárgyaláson azok a tanúk vallottak még, akik a december 30-ai bemutatón megtekinthették az úgynevezett bizonyítékokat. A nádor személyesen számolt be a királynak az eseményekről. Maga írta a beszámolót az uralkodónak, második Mátyásnak az ügyről. Jelentése ránk is maradt. Ebben figyelemre méltó, hogy a nádasdiné ellen tanuként kihallgatott bűntársak tortúrázása ki lett húzva a szövegből. Miről is szól túrzó jelentése? 300 nemes és nemtelen leány kegyetlen kínzását és elpusztítását állapította meg ő ekkor tettenérést állít be. A tettenérés a korabeli jog szerint nemest többek között abban az esetben lehet letartóztatni, ha a bűncselekmény közben több tanúval rajta kapják. Illetve a jelentés még tartalmazta, hogy maga a nádor csapdát állított Erzsébetnek, ő ugyanis Erdély felé szökött, és eközben tartóztatta fel Túrzó. Ekkor még a király rendelkezik a vallatások folytatásáról 1611. január közepén. Ezt követően két további tanúvallató levél is készül, tehát miután Erzsébet bebörtönözték, 1611 nyarán, illetve telén. A király mindeközben további leíratokat intéz a nádor felé, hogy legyen szabályos perm. Lényegében ezzel megkezdődik az oda-vissza labdázás a nádor és a király között. Láthatjuk az évszámokból is, hogy ez két évig tart. Második Mátyás egyre sürgeti a szabályos per elkezdését, a nádor pedig mindig megígéri, illetve kitérő módon ködös válaszokat ad. Mindezt addig folytatják, amíg végül az egészből nem lesz semmi. Az ügy kapcsán az utolsó jogi mozzanat 1613. januárjában történt, amikor a tanúvallató leveleket egybeszerkeztik, tehát mint egy a pert előkészítő mozzanatként. Ez az utolsó jogi lépés a bátori ügyben, Erzsébet pedig egy évvel később maga is meghal a fogságban. Hogyan is kezdődött maga az ügy jogi szempontból? Mint említettem, a Nádor maga rendelte el a nyomozást 1610. március 5-én. Parancslevelében elrendeli, hogy Bátori Erzsébet ügyében több vármegyében üzetes tanúvallatásokat készítsenek az emberei. Ennek keretében többszörös gyilkossággal is megvádolta az asszonyt, aki erről csak később és hallomásból értesült mivel arról, hogy vizsgálat folyik ellene és udvarának alkalmazottai ellen, hivatalosan nem is tájékoztatták, és igazából soha nem is teszik meg ezt. Tehát ennek a nyomozásnak a keretében különböző helyszíneken tanúvallomásokat gyűjtenek összesen hat körben. Itt látható az a lista, melynek keretében összesen 307 tanú tett vallomást Bátori Erzsébet ügyében. Az első kettő a tanúvallató leveleket jelöli, melyekről lentebb még szó lesz. A harmadik azoknak az embereknek a listája összesen 13 személy, akik már a bírósági tárgyaláson tettek vallomást. A negyedik az úgynevezett büntársak vallomása, tehát annak a négy főnek a vallomása, akik Erzsébet szolgálói voltak már csejtén a helyszínen elkezdik kihallgatni, később pedig átszállítják őket Bicsére, a nádor birtokainak központjára. Az ötödik és a hatodik pont pedig a harmadik és negyedik tanúvallató leveleknek az időpontját, illetve a helyszíneit és a tanuk létszámát tartalmazza. A négy tanúvallató levelet vizsgáltam először, tehát a kínzással kényszerített az úgynevezett bűntársakét, és a tárgyalásos tanúvallomásokat kihagytam. Utóbbiak viszont feltűnnek a harmadik tanúvallató levélben is, tehát nem kell aggódni, mindenképp találkozunk velük. A százalékos arányokat tekintve, ha összehasonlítjuk az összes vallomástevők számát, tehát ez esetben 290 főt, azzal, hogy mennyien mondanak konkrétumokat, tudnak verésekről és ebből kifolyó halálesetekről, akkor elég kicsi azoknak az aránya, akik bármiről is tudnak. Mindössze 11 százalék. A nagy többség, tehát 89 százaléka a tanúknak nem tud semmit, nem látott semmit, csak hallomásból tud dolgokat. De ez ugye a plegyka szintje. Ezek a hallomás útján jól értesültek részletezik, hogy Erzsébet hogyan gyilkolt, hogyan kínzott, ebben nincs hiba náluk. A hiba ott van, hogy mindezeket nem látták, nem hallották, nem vettek benne részt, nem tapasztalták meg sehogyan. Még olyan embert sem ismernek, aki szerintük valóban látott valamit. És akkor erre szokták mondani azt az emberek, hogy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Mégis lehet valami a dologban, ha ennyire híres az eset, és azért a 11 százalék mégiscsak valami. Ezek az emberek egyrészt lebecsülik a hírverés hatását és a befolyásolás művészetét. Nem kell messzire mennünk a 20. századba, vagy akár a hitleri érába, valamint napjaink legnagyobb tudat és gondolkodás befolyásolójához, ugyanis a média is ugyanezt teszi, csak ahogy a korban sokan nem jöttek rá, hogy mi folyik ott és becsapják őket, úgy manapság sem esik le nagyon sokaknak mindez. Másrészt meg hozzátenném, ahogy az esetet kutató egyik jogtudós találóan megjegyezte, hogy valóban így van, nem zörög a haraszt, hanem fújja a szél. De egyáltalán nem mindegy, hogy mi fújja, a szél vagy egy szélgép. Vagyis nem mindegy, hogy az ügy mögött tényleges gyilkosságok állnak, vagy csak valakinek érdekében állt, hogy sokan ezt higgyék. A lejegyzett vallomásokról több irat is készült, több példány is fennmaradt, de ezekkel az a probléma, hogy több különbséggel lényegi szempontokat érintően is. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy valaki a saját fogaival marcangolja másnak a húsát, vagy a korabeli büntetésként is alkalmazott fogóval tépi. És nem mindegy, hogy valaki öl vagy öletett. A lejegyzés módozata is elég kusza, ezért az idők során ez számos félreértéshez vezetett, szándékos megnemértéshez is. Mai szemmel hihetetlennek tűnik, hogy olyan információkra támaszkodott a vizsgálat, amit 89%-a a kihallgatottaknak itt-ott hallott, vagy éppen a nem tud semmit kategóriára. Ha az ügyben szereplő összes tanút nézzük, 327 főt, ebből csak 107 tett értékelhető vallomást. Tehát értékelhetőnek mondanám azt, hogy valami konkrétumot mondott, amit nem itt-ott hallott, hanem azt állította, hogy saját maga tapasztalta, látta, illetve részt vett benne. Ez mindösszesen a tanúknak az egyharmada. 220 tanú nem látott és nem hallott semmit. Az értékelhető kategóriából pedig 64-en tettek terhelő vallomást, és ugye ez azt jelenti, hogy ők tudnak halottakról és halálesetekről. Nyilván mondani sok mindent lehet, ugyanis semmiféle bizonyítékuk nem volt rá, csak a szavuk. Ebből a 64 emberből, aki tudott halálesetekről, csak 8 ember volt, akik szerint Ersébet, több mint száz áldozatot ölt meg, vagy öletett meg. És ezen felül csak ketten merik azt mondani, hogy látták a kínzásokat, vagy a gyilkosságokat, ők viszont nem mondanak számokat. Tehát lényegében a vád ennek a 8 plusz 2, vagyis 10 embernek az állításán alapult. Azért döbbenetes ez, mert a 18. század közepétől lényegében napjainkig, a több száz tanú bemondásainak nemcsak a közvélemény, hanem a tudomány szemében is bizonyító ereje volt. Mondván, hogy ennek a 327 tanúnak, tehát ez az összes tanúnak a száma, az állítását csak nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát a korunkra is oly jellemző hozzáállás, hogy a mennyiségi értékek felülírják a minőséget, Bátori Erzsébet perének tudományos megítélésében is megjelenik. Nem beszélve a közvéleményről. A valóságban nincsen 327 tanú, csak 10. Az ő vallomásuk is egyébként bizonytalan és bizonyítékokkal alá nem támasztható. Ezeket az adatokat a tudós társadalom is mégis elfogadta. És inkább magyarázatot kreált Erzsébet viselkedésére, mint például elmebaj, idegbetegség, szadizmus, semmint a valóságot kutatták volna. Itt látható annak a nyolc tanúnak a listája, akik jogi szempontból tanúnak számíthatnak, hiszen tudnak konkrétumokat mondani. Itt van például egy Zsuzsanna nevű nő, aki azért érdekes, mert az összes többi tanúnak meg volt adva a származása, az életkora, a lakhelye, neki viszont semmi nem volt leírva, csak maga a keresztneve, és ő beszél egyedül az összes tanú közül 650 áldozatról, de egyébként hozzáteszi, hogy ő nem látott semmit. És ha megnézzük az összes többi emberkét, ők is több száz áldozatról beszélnek, de nem mennek föl 650-ig, és azért mindegyik hozzáteszi, hogy ő ezt csak hallotta. Ezek az emberek nem tapasztalatból beszélnek, nem láttak semmit, és csak hallomás útján mondanak be adatokat, ugyanúgy, ahogy a többiek, akik nem láttak semmit, nem hallottak semmit, plegykákból tájékozódnak. Mondani pedig sok mindent lehet változatos célokkal. Ők semmilyen értelemben nem tekinthetőek szemtanúnak. Nézzük a másik két tanút, akinek azt mondanám, hogy idézőjelbe értékelhető a vallomása. Ők sok kínzást és tenger sok gonoszságot láttak. Dezső Benedek udvarmesterről és Szilvási Jakabról van szó. Mindketten Nádosdi Ferenc régi alkalmazottai, Keresztúron, illetve Lékán szolgálták Bátori Erzsébetet. Dezső Benedekről tudjuk, hogy 1597-ben Keresztúr mezővárosában volt egy kúriája, négy majorsága, illetve 12 Somogy vármegyében. Nem tudjuk, hogy miért távozott a nádasdiak várnagyi pozíciójából. A fennmaradt levelezéséből kiderül, hogy 1605-ben kötelessége többszöri elmulasztásával Bátori Erzsébet haragját magára vonta. Nem volt hajlandó ugyanis bizonyos iratokat elküldeni az úrnőjének. Dezsőt egyébként mind a négy bűntárs azok között az emberek között említi, akik mindenről tudnak. A Dezső Benedek tudott mindenről, már pedig a vallomása szerint tengersok gonosságot tapasztalt, akkor miért nem lépett például közbe, hogyha így volt? Miért nem tett semmit? Miért nem szólt azoknak a lányoknak, akiket állítólag azért hoztak az udvarba, hogy a grófnő vérüket vegye? Nála az a feltételezés, hogy az úrnője lejáratása volt a célja. Ott volt Szilvási Jakab, aki ellen Dörfel község lakosai felpanaszolják, hogy erőszakkal hajtatta be a Dézsmát, annak ellenére, hogy ennek fizetésére nem voltak kötelesek. Szilvásiról az iratok nem túl hízelgő képet alkotnak. Ő az, akitől az a bizonyos Zsuzsanna nevű lány 650 áldozatról szóló tudása származik. De amikor Szilvási tett tanúvallomást, ő nem említi ezt a létszámot. Ez a két emberke, akik nádasdék alkalmazásában álltak évekig, részletesen taglalják, hogy mennyi gonoszságot tett Erzsébet, és hogy ők milyen sok mindenről tudnak az ügy kapcsán. Viszont ugyanazon várakból és ugyanazon uradalmakból származó, mondjuk úgy, hogy kollégáik, ők pedig lényegében nem tudnak semmiről. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy a vizsgálat hátterében a nádasdi uradalmak régi alkalmazottai álltak. Tegyük hozzá, hogy többek között. Tettenérést Erzsébet ügye kapcsán már többször emlegettem, hiszen nagyon fontos. Lényegében ez egy jogi cselekedet volt a koraujkori Magyarországon arra az esetre, ha egy nemes büntettet követett el, és eközben felelősségre tudták vonni. De ezt mondja el ékes szólóban Verbőc István a tripartítumában. Mindez hogyan valósult meg Bátori Erzsébet ügyében, és hogyan fogja a nádor áthágni lényegében minden egyes sorát. Ám bár pedig a nemeseknek a fejedelmi kiváltság levelekből és rendeletekből kitetszőleg igen sok joguk van, Mindazonáltal közülük négy a legfőbb, amelyeket ide iktattam. Az első tehát az, hogy őket előzetes idézés vagy perbehívás és törvényes elmarasztalás nélkül senkinek unszolására, panaszára vagy kérésére személyükben senki sehol le nem tartóztathatja. Megszorítást szenved azonban ez a jog büntettek és bűnügyek, úgy, mint a szándékos gyakosság, faluk felgyújtása, tolvajság, rablás vagy haramiaság, sőt az erőszakos paráznaság esetében is, amelyekben a nemesség tisztségét, címét és szabadságát mindenki elveszti. És így az ilyent a tett színhelyén paraszt kézzel is szabad mindig letartóztatni, és kihágásához képest elmarasztalni és megbüntetni. Ha azonban a tett színhelyéről elfutott és ellenfeleinek kezei közül kimenekült, azután nem másképp, hanem csak idézés vagy perbehívás, és törvénykezési eljárás útján lehetőt őt elítélni és büntetni. Hogyan zajlott ez az úgynevezett tettenérés Bátori Erzsébet esetén? Ha röviden kellene megfogalmaznom, azt mondanám, hogy a törvény minden sorát figyelmen kívül hagyva, és csak a törvényesség látszatát keltve. Hivatalosnak nem nevezhető módon 1610. december 29-én Erzsébet végre szembesült az ellene felhozott vádakkal és a korábban megkezdett nyomozás állásával. E napon ugyanis Turzó György Nádor magánkatonasága, vagyis ahogy ő nevezi őket a levelében, az arra rendelt emberei és szolgái, Rátörték a csejtei udvarház ajtaját, és vacsora közben elfogták a grófnőt. Sem a források, sem a nádor levele nem említi, hogy bátori Erzsébet éppen kínzással vagy gyilkolással múlatta volna az időt. Tehát már is nem lehet tetten érésnek nevezni. Tehát ha nem kapták rajta a grófnőt kétes üzelmei közben, akkor mégis mire alapozták azt, hogy törvénytelenül elfogják. Mindennek az alapja egy csejtei járvány volt, melynek során két hónappal korábban, tehát 1610. októberében nyolc lány alig több, mint egy hónap leforgása alatt meghalt. A grófnő ekkora a pöstjéni fürdőben tartózkodott a lányával. Azért lehetett felhasználni ezt az esetet Erzsébet ellen, mert a holtesteket nem temették el nyilvánosan, hanem megítélésem szerint eléggé szedett, vedett módon és kutyafuttában. Ez azt jelentette a gyakorlatban, hogy különböző helyeken rejtették el őket, az udvaron és a terménytárolónak használt gödrökben. Nagyon úgy tűnik, hogy a szolgálók ezt Erzsébet elől is titkolták. De mégis miért tettek volna ilyet? Ne felejtsük el, hogy ekkor már folyt a nyomozás, nagyban zajlottak az előzetes tanú kihallgatások, szóbeszéd alapján Erzsébet is értesült erről. A szolgálói is természetesen tudták, valószínűleg nem akartak neki rosszat. Viszont mégis kitudódott ez az eset. Egy alkalommal Zrínyi Miklós feleségének látogatásakor a kutyák a hevenyészen eltemetett lányokat kiásták, és némely testrészeikkel szaladgáltak. Az esetnek híre ment, és természetesen a nádor nem hagyhatta ki a feldobott labdát. A tettenérés terve ekkor fogalmazódhatott meg benne. Azért is lehet arra következtetni, hogy ez volt a tettenérés alapja, mert a letartóztatott szolgák kihallgatásához használt, tegyük hozzá, hogy előre megírt kérdések, erre az esetre koncentrálnak, és folyamatosan azt tudakolják, hogy a holtesteket hol rekkentették el. Tehát ezeket a hullákat mindenképpen elő kellett keríteni és mutogatni, mert ezzel akarták bizonyítani a tömeges emberölési vádat. Ez a tettenérés szolgált ürügyként arra, hogy Erzsébetet bebörtönözzék és a szolgálóit letartóztassák. De a korabeli jogszabályok szerint ez az ürügy akkor válhatott volna valódi jogalappá, a valóságos kínzásokról és emberáldozatokról lett volna szó, közöttük legalább egy nemesi áldozat. Magyarán akkor lett volna jogos ez a letartóztatás, ha lett volna rá bizonyíték. Turzó ezt próbálta keresni kínvallatások segítségével, de nem járt sikerrel. Így maradt jogsértő mind a letartóztatás, mind pedig a bebörtönzés. Így részben érthetővé válik, hogy miért kerülé később mindenáron a szabályos pert, még a királyjal is szembeszállt több ízben. A letartóztatás azért is megdöbbentő, mert a törvényesség és a hivatalosság minden szabályát áthágták. A nádor, aki a törvényességet képviselhette volna az udvarház elfoglalásakor, helyen tartózkodva várta az események kimenetelét úgy tett, mint aki távol tartja magát egy kétes végkimenetelű ügytől. Aki biztos a dolgában és tisztességes eljárásra törekszik, a szabályszerűen jár el, betartja a saját országa törvényeit, és ez esetben minimum, hogy megjelenik a helyszínen. De ezzel szemben, akinek valamilyen hátsó szándékai vannak, az már másképp gondolkodik. Az ő esetében nyilván sejthette, hogy semmit sem fognak találni. A bizonyítékokat később állítják elő, ezért nem szükséges ott lennie. Az ítélet levélben, ami egy hivatalos dokumentum, és melyet nem egészen a két héttel később lezajlott bírósági tárgyaláshoz, az állt, hogy a tettenérés során nem csak a nádor volt ott személyesen, hanem Bátori Erzsébet vejei is. Ez egy elég elterjedt vélekedés sajnos a köztudatban, de a valóságban valószínűleg nem így történt. Egyikük ugye homonai druget György, felvidéki főnemes, és egy éve volt a nádasdi család tagja, Erzsébet egyik lányát veszi el. Ő az egész ügyben úgy látszik, hogy nem kötelezte el magát, vagy esetleg nem is tudott róla. Az biztos, hogy nem írt jóváhagyó levelet a nádornak, mert Torzó ezeket az iratokat megőrizte. Erzsébet másik veje Zrinyi Miklós, aki nem csak a szigetvári hősnek, Zrinyi Miklósnak az unokája, hanem egyúttal Turzó György Nádor unokatestvére is. A magánkatonassággal végrehajtott rajtaütés pedig bőségesen kimerítette a hatalmaskodás tényét. A saját udvarában, a saját házában letartóztatnak valakit, ismeretlen katonák, és még ekkor sem közlik vele hivatalosan a vádakat. Ez volt a híres tettenérés Bátori Erzsébet ügyében, Turzó György Nádor prezentálásában. Eddig szó volt arról, hogy két korábbi nádosdi alkalmazott vádaskodott Erzsébet ellen. Aztán pedig láthattuk, hogy a nádornak és Erzsébet egyik vejének sem tiszta a keze teljesen. Rajtuk kívül van még valaki, aki hozzásegítette az utókort ahhoz, hogy rémületes ostobaságokat gondoljon és higgyen egy régen élt magyar arisztokrata nőről. Ő a csejtei lelkész Ján Ponicki, vagy ahogy inkább hivatkozni szoktam rá latinos kiejtéssel, Ponikénusz János. Először is róla köztudott volt, hogy mélyen és szűnni nem akaró módon utálta Erzsébetet. Ez a tény és a személyisége is arra mutat, hogy nem lehetett nehéz rávenni őt olyan tettekre, melyekkel az általa finoman szólva nem kedvelt személy ellen tehet. Így került a környékbeli települések lelkészeivel a letartóztatás utáni napokban Erzsébet elé, ugyanis meglátogatták. Ha megnézzük a forrásokat, a látogatás célja rendkívül zavaros. Erről a látogatásáról írt egy beszámolót Lányi Éliásnak, aki az evangélikusok szuperintendense volt Magyarországon, és egyúttal, hogy, hogy, nem, a nádor udvari prédikátora is. Ponikénusz azzal indokolja a látogatást ebben az irományában, hogy ő hivatali kötelességének tett eleget paptársaival, és lelki vigaszt akartak nyújtani Erzsébet számára. Mondjuk szerintem ez elég képmutatóan hangzik éppen az ő szájából. Minden esetre ehelyett emelt hangú szóváltás kerekedett köztük. Tehát valószínűleg meglepődtek a látogatáskor, hogy nem egy megtört, önmagáért kiállni képtelen és megdöbbent asszonyjal találkoztak a fogságban. Mivel nyilván egy ilyen ember, mint Ponikénusz nem fogja részletesen leírni, hogy milyen céllal mentek oda valójában. Ezért a források alapján, illetve az események egymás utániságából lehet következtetni, feltételezni, hogy miért mentek ezek oda. A végső cél ugye az volt az ügyben, hogy egy beismerő vallomást szerezzenek Erzsébettől. Mégis miért? Azért, mert ezzel gyorsan le lehetett volna zárni az ügyet. Lám bevallotta, nekünk volt igazunk. Így ezeknek a papoknak nem nevezhető egyházi személyeknek egyfajta és lehetett a céljuk, hogy befolyásukra a grófnő legyen kedves már elfogadni az ellene felhozott vádakat. Már az is önmagában elég gyanús, hogy nagyon hamar megjelentek itt. A másik gyanús dolog még, hogy ők ekkor már pontosan tudták az elfogott és kínvallatásra fogott szolgák vallomásait. Ez azért érdekes, hogy ezek csak az egy héttel később indult tárgyalás folyamán kerültek nyilvánosságra. És mi lett végül ennek az egész látogatásnak a vége? Erzsébet egyértelmű provokációként értékelte, és ezzel összhangban rendkívül határozottan elutasította. Eredménytelenségét talán maga Ponikénusz is érezhette. Ezért a lányi Éliásnak írt levelében már terhelő bizonyítékokat igyekezett gyártani. Olyan dolgokat ír le, melyről korábban senki nem beszélt, és egyáltalán nem volt szó. Nála jelenik meg először a bűbájosság, a boszorkányság, és ezzel a boszorkány perek felé igyekezett eltolni az eddigi gyilkossági koncepciót. Érdekes módon, és ezzel Ponikénusz a saját következetlenségét árulja el, a tanúvallomásában szót sem ejtett ezekről a bűbájosságokról. Az első tanúvallató levél jellemzője, mint oly sok vallomásnak az ügyben, hogy tele van megalapozatlan, bizonytalan állításokkal. Itt ugye 34 főt hallgattak ki, és ebből 32 ember csak azt tudta elmondani, hogy hallott valamit az esetről, a halálesetekről, kínzásokról, kizárólag szóbeszédekből. Vannak, akik ki is emelik, hogy nem tudják, hogy igaz-e mindez. Ezek az állítások nem csak erre a levélre, hanem az egész ügyre nagyon jellemzőek. Konkrétom nélküli általánosságok, hírverésből szedett értesülések, és az áldozatok számában hatalmas eltérések. Érdekes, hogy ugyanabból a faluból, ugyanarról a környékről volt, aki csak egyről tud, volt, aki kettőről, mások pedig száz felettiről, vagy akár kétszáz áldozatról is. Az tény, hogy csak azok a tanúk vallottak ilyen nagy számokról, hallatlan kínzásról, hallatlan mészárlásról, akik vagy egyházi tanult személyek voltak, vagy pedig a csejtei pappal valamilyen kapcsolatban álltak. Ő pedig az említett Ponikénusz János, akinek nagy szerepe van az Erzsébet ellen felhozott vádak kialakításában. Ebben a korban, ha eltűnik száz leány, az elég feltűnő. Azokat valakiknek keresnie kell, mondjuk a családtagoknak, rokonoknak értelemszerűen sokkal kisebb kihágásoknak is voltak komoly jogi következményei. Az az érdekes, hogy ebben a levélben többen dobálóznak 200, 300, 650 eltűnt, megkínzott, meggyilkolt áldozat számokkal. A vallomásokban több ilyen is szerepel, hogy a saját rokonát, lányát, hugát, Erzsébet milyen kegyetlenül bántalmazta, és valószínűsítik ezek az emberek, hogy emiatt haltak meg a rokonaik. Viszont senki nem tett feljelentést ezek közül sem, nem maradt ránk semmilyen feljegyzés, hogy a rokonok keresték volna őket, hogy megpróbáltak volna megegyezésre jutni a bátoriakkal. Érdekes, hogy beszámolnak az emberek a rokonaikról, hogy elemésztette őket a grófnő, de a vizsgálatig ennek nincs nyoma az iratokban. Persze lehet azt mondani, hogy féltek tőle. Ha így is volt, bátori Erzsébetet bezárták, fogságban is halt meg pár évvel később. De kijelenthető, hogy arra sincs nyom, a grófnő fogságra vetését követően, például a leszármazottakkal igyekeztek volna megegyezni az állítólagos károsultak. Az egyik vallomástevő Moravcsik János. Bátori Erzsébet őt kényszerítette, hogy hideg vízzel locsoljon lányokat télvíz idején a szabadban. Ez a leggyakrabban ismétlődő történet egyébként a csejte környékiek vallomásában, mivel volt valóság alapja, de nem az, amire a grófnő kapcsán először gondol a laikus. A hideg vízzel való öntözés lehetett gyógymód is a korszakban, vagy büntetési módszer is. A nagyváradi büntetés vagyis a középkori büntetések legrészletesebb összeírása szerint a lusta szolgákat büntetik így módon. Egy másik vallomástevő tevő szolga pedig Dóci István szerezte az értesüléseit. De hát akkor nézzük meg ennek a Dóci Istvánnénak a leánykori nevét, Turzó Margit, vagyis a nádor rokonsága. Strechenből is tettek vallomást, itt is volt hidegvizes merítés, de nem halálos kimenetellel. Strechen egyébként a túlzó rokonság birtoka. Pont a teszi a tanú az esetet, amikor a druget esküvő volt Csejtén, vagyis 1609 vége és 1610 eleje. Akkor nem lehetett itt Erzsébet Strechenben, hiszen a korban hosszú időbe telt megszervezni egy esküvőt. A kora újkori esküvők nem két napig tartottak, hanem akár hetekig, sőt hónapokig. Éppen az ellenkező irányból érkeztek Erzsébeték a grófnőik Sárváról Csejtére. Nem valószínű enyhén szólva, hogy egy másik főúr érdekeltségi területén kínosztat. Például ez is nem egy hiteles vallomás. A szóbeszéd szerint hogyan kínosztak Csejtén és környékén? Ugye a felvidék nyugati felében járunk. Itt volt ütleg, tüzes vas, hidegvizes fürdetés, csalámban való hengergetés, láncocskával az asztal lábához való kötözés és körömaj szurkálás. Nos, ezek a korban közismert, általánosan használt fegyelmezési módok. Nem csak Bátori Erzsébet használta, hanem a hivatalos bírósági szervek sőt más nemesek is, például a túrzók is. A második tanúvallató levél esetén már Vas megyében járunk. Más kínzási módokról tudnak a tanúk. A csejtei módszerek itt ismeretlenek, a sárvári uradalomhoz tartozó településeken a botozás, a hajfonatnál való felakasztás, fodorgató vassal való sütögetés dívik. Még Nyitra vármegyében a kezüket égették, itt a szemérem testet. Lehetséges lenne, hogy Erzsébet fogta magát, és tájegységenként más és más módszerekkel kínzott? Betartotta a hagyományokat? Itt sincs szemtanú, csak hallomásból tudnak az emberek ezt-azt. Például a helyi polgármester helyettes és bíró, Csiszár István és Szabó István azt vallják, hogy gyötrötte és csigáztatta az áldozatait az úrnő. A csigára való felhúzás egy speciálisan hivatalos kínzási mód. Ők ezt ismerték. Jó példája a hallomásból szerzett tudásnak. Ugye nem láttak semmit, nem tudnak semmit, csak hallottak, magyarán pletyka. És az értesüléseiket a maguk elképzeléseivel színezik ki. Egy bírónak mit jelent a kínzás? Hát azt, amit a saját munkája során megfigyelhetett. A többi tanú szintén a helyi szokás szerinti tortúrákról vall. Itt már nem csak egy, maximum négy áldozatról beszélnek, mint az első tanúvallató levélben, hanem van, aki 175, van, aki 300 áldozatról tud ezt az állítólagos rengeteg holttestet nyilván el kellett temetni, hogyha voltak ilyenek. De senki nem látott éjeli titkos temetéseket, vagy akár túl gyakori eseteket. Ennél a levélnél Bicsérdi Benedek vallomását emelném ki, aki a Sárvári Vár várnagya volt. Szerinte annyira verték a lányokat, hogy kihallatszott a település kerítéséig. Aki valamennyire ismeri a kort, márpedig Bicsérdinek jobban kellett volna tudnia, mint nekem, az tudja, hogy másképp büntették a korszakban a férfiakat és másképp a nőket. Tekintettel voltak a testalkatukra. A korban a férfiak igyekeztek hang nélkül elviselni a büntetéseket. Tehát mondok egy szélsőséges példát, a karóba húzott emberek nem jajveszékeltek, nem sajnálták magukat, hanem kínzóikat bosszantották. Bicsérdi csak messze elhallatszó ütéshangokról tudósít. Ilyen módon legfeljebb a férfiakat büntetik, és őket sem hosszú órákig. Ennek az embernek nincs tapasztalata a női kínzásokról. És az is érdekes, hogy csak ő beszél erről a történetről, és más nem hallotta ezeket a hangokat. Megdöbbentő, hogy milyen gyorsan elítélik őket, és mondjuk úgy, hogy eltüntetik, tehát kivégzik. Azon a bizonyos csejtei rajtaütésen őket is elfogták, és ezt követően négyszer hallgatták ki őket. Felmerül a hitelesség kérdése, hiszen kemény és nem egyszeri tortúrával vallatják őket a korban elfogadott volt bűnügyi eljárások során kínzást alkalmazni, de ez nagy arányban csökkentette a vallomások hitelét. Hogy mennyire csökkentette az így módon kicsikart vallomások hitelét, azt a nádor jól tudta, hiszen a királynak második Mátyásnak az ügyről írt első jelentésében a tortúra alatt kifejezést maga húzza ki. Ugyanis arra hivatkozik, hogy a bűnösséget a kihallgatott szolgák bizonyítják. A jegyzőkönyvre jellemző, hogy 11 előre megszerkesztett kérdésre kellett válaszolniuk a kihallgatottaknak, mind a négyüknek. Ha megnézzük, hogy milyen témákat érintettek ezek a kérdések, három fő csoportot találunk. Az első az áldozatok száma, a kiléte, a kínzás és halálnemek, és hogy Bátori Erzsébet részt vette személyesen is benne. A második csoport, hogy kik voltak a segítők, a harmadik a kínzások helye, és a holtestek eltemetésének helye és módja. Mi lett ezekkel a bűntársakkal? Mire volt jó ez az egész, hiszen a nyomozás nem ellenük folyt a kezdetektől, hanem a grófnő ellen. Ez a per, mely 1611. január 7-től indult, konkrétan a bűntársak ellen folyt. Jogosan vetődik fel az igény, hogy olyan kérdéseket tegyenek fel nekik, melyekkel az ő bűnösségüket igyekeznek kideríteni. Ehelyett a 11 kérdésből csak egy foglalkozik velük, és az is Bátori Erzsébethez kötődik. Mióta szolgálnak az udvarában? Tehát egyáltalán nem a cselekedeteikre kíváncsiak a nyomozók, hanem Nádas Dinéra. Itt, ebben a perben, a saját perükben az úgynevezett bűntársak csak eszközök voltak. Az egész vallatás legfontosabb kérdése számukra, hol vannak eltemetve a holtestek. Ha annyira fontos a nyomozásnak a holtest, miért nem kezdték például a tettenérés során előkerült el? vagy a sebestestű lányjal, akit szintén ennek apropóján mutogatott túrzó. Ezeket senki sem vizsgálta, illetve a túlélőt sem kérdezték. Ezen felül a tettenérés eseményeit sem kérdezik tőlük. Hiszen ha az valóban az volt, aminek mondják, bűncselekmény elkövetése közben fogták el Erzsébetet, akkor ennél nem is kell jobb cselekmény a vizsgálatra. Ami még érdekes, hogy az úgynevezett bűntársak a vallomásaikban csak az októberi halálesetekhez és darbúli a korához ugranak vissza. Kínzás és fájdalom esetén a legtöbb ember szerintem bármit elmond, ami csak eszébe jut, és egyezőnek gondolja a vallatók által várt válaszokhoz. Tehát, ha nem tudtak újat mondani, ez is azt jelenti, hogy 1602 és 1610 között nem volt rendhagyó haláleset a Nádasdi udvarban. Ezért ezen a tárgyaláson hozott ítélet, levél maga is megér egy misét. A tárgyalás helyszíne Bicse, ez volt a túrzó családnak a központi székhelye. A mai eljárásjogi gyakorlat mellett szokatlan, hogy a tanúvallomások írásbeli foglalata az ítéletbe épül bele. Ez annak a 13 tanúnak a vallomása, akiket sejtéről hoznak ide. Környékbeli gazdák és nemesek, akik a tettenérés másnapján tartott bemutató résztvevői. Tehát nem a lényegi részt látták, magát a tettenérést, hogy akkor mi történt pontosan, hanem csak azt, amit másnap a szemük elé tettek. Egy hullát és egy alaposan megsebesült leányt, mint Nádas Diné áldozatait. Jellegzetessége még a tárgyalásnak, hogy a lényegi tanúk elmaradnak, akik koronatanúk lehetnének, például a tettenérés szereplői és szemtanúi. Vagy a tettenérés során megmentett sebestestű leány és az orvosa Borbély Ambrus, aki őt kezelni fogja ezek után. Koronatanúk lehettek volna a halott, eltűnt leányok szülei és rokonai. Esetleg olyan leányok még, akik megszökhettek a kínzások elől. Nádasdi Pál nevelői, tanítói, akiknek szabadabb bejárásuk volt a főúri lakosztályokba, mint a szolgáknak. Elég lett volna csak őket kihallgatni a több mint 300 ember mozgósítása helyett. A bíróságot ráadásul azt sem érdekelte, hogy hogyan halt meg az az egy szem előkerült áldozat. Pedig nincs egyenes ok-okozati ok összefüggés egy holtest előkerülése és egy gyilkosság között. Lehetett baleset, meghalhatott járványban, megfázásban, természetes halállal, és igen, gyilkosság és kínzás után is, de ezt ki kell deríteni. Ez az, amire ez a bíróság egyáltalán nem volt hajlandó. Olyan, mintha nem mernék alaposabban kérdezni a tanúkat. Vajon miért? Ha mindenki igazat mond, mitől féltek a bírák? Feltűnne a manipuláltságuk? E tanúknak csak annyi volt a szerepe, hogy kívülálló tanúkként alátámasszák a bűntársak vallomását, amit ők kimpadon tettek. Ezek a tanúvallomások alkalmatlanok bármiféle bűnösség vagy bűntény bizonyítására. A bűntársak pere 1611. januárjában egy olyan jogi procedúra volt, ahol nem nádosdiné volt a vádlott, mégis az ő bűnössége számított, nem pedig a szolgáié. Az ítélet is ezt a célt szolgálta egy az egyben, kimondani, hogy Bátori Erzsébet bűnös. A bűntársak csak eszközök voltak. Az elítélésükre azért volt szükség, hogy Bátori Erzsébet bűnössége az úgynevezett res judicata erejénél fogva megdönthetetlen legyen. Ez egy fontos jogintézmény, a bíróság döntése valamely jogi kérdésről vitathatatlanná válik ilyenkor addig, amíg az ítélet jogereje és hatája fennáll. Ez csak törvényes, szabályszerű perrel lehet megváltoztatni. Itt már még jobban érthető, hogy Turzó György Nádor királyi felszólításra is miért nem volt hajlandó szabályos pert indítani Erzsébet ellen. Ezzel a resz nyert a bűntársak elleni ítélet, bátori Erzsébet ellen bizonyító erőt. Ellentmondás még az ítéletnél, hogy az indoklás kiemeli, bátori Erzsébet kényszerítette erre a bűntársait. Most, ha itt megállok egy kicsit, és azt mondom, tegyük fel, hogy tényleg így volt: Erzsébet kényszerítette a szolgálóit, hogy kínozzák és gyilkolják a fiatal lányokat viszont ebben az esetben a korabeli szabályok szerint a legsúlyosabb büntetés alól mindenképp mentesülniük kellett volna. De mégsem így történt. A bíróság a jogilag fontos kérdéseket nem tisztázta és meg sem próbálta. Szolgái bűnösségére az egyetlen bizonyíték a saját tortúrás vallomásuk. És igen, erre mondta Balassi Bálint, hogy hiszen nyilvánvaló, hogy a legártatlanabb embert is könnyű önmaga vádolásának vallására kínzással rákényszeríteni. Az ítéletben az adatok bizonyítási értéke jogi szemmel jóformán nulla. A bizonyítás színvonaltalan és hiányos. Az eddig felsorolt összes adatból nem lehet megállapítani, hogy valóban voltak-e túlkapások, szadista hajlamok, kegyetlenség és ebből kifolyólag haláleset. Ugye tudjuk, hogy mire alapult maga a vád az egész nyomozás során, majd pedig az ítélet. Nádasdéné udvarában folyó gyógyító tevékenységre, amely minden főúri udvarban megtalálható volt, a korszakban még nem voltak kórházak, és nem voltak orvosok olyan minőségben és olyan mennyiségben, mint manapság, ezen kívül a vénasszonyok gyógyító praxisára, illetve ezek esetenkénti sikertelenségére. Láthattuk, hogy az eddig felsorolt adatok bizonyítási értéke jó formán nulla. Nyilván ezzel a nyomozás emberei és tisztában voltak. Ha volt esetleg valamilyen terv Erzsébet ellen, mely alapján gyűjtötték a bizonyítékokat, akkor ez a tervük csődöt mondott. Hotpontra jutottak. Ami kimozdíthatta volna az ügyet ebből, az Bátori Erzsébet beismerő vallomása. Mivel ilyen nem állt a rendelkezésére a nádornak, a grófnő nem tört meg a börtönben, nyilván sejtette túlzó, hogy nem is kapja meg. Ponikénuszéknak is ez lehetett a szerepe a letartóztatás utáni látogatással, hogy csikarjanak ki egy vallomást. A közönséges szolgáknak számító bűntársak elítélése nem volt elég egy ilyen hatalmas vád megindoklásához. Ezért kénytelen-kelletlen folytatták a további sokszáz ember kihallgatását olyan információkkal, melyek csak pletyka szintjén kezelhetők, semmi tényadatok. Itt ugye azt is várhatnánk, ha bármi is igaz lett volna a vádakból, hogy több lesz a konkrétum, több esetet és tényt kapunk, mivel ezt most aggodalom nélkül tehették meg azok az emberek, akik eddig Erzsébet szolgálatában álltak, hiszen elzárták az átkozott asszont. De ugyanazt ismételgetik az emberek, mint valami papagájok, mint az egy évvel korábbi vizsgálatokon. 125 ember a harmadik tanúvallató levélben semmit nem látott, nem tapasztalt, nem tud, csak a híreket. Nyolcan ezen felül szó szerint semmit nem tudnak az ügyről, és 91 ember csak hallomásból tud valamit. Ezúttal is olyan tanúkat hallgattak ki, akik nem voltak jelen például a tettenérésnél. A negyedik tanúvallató levél jellegzetessége, hogy félre ismerhetetlenül megjelenik benne az időközbeni hírverés. Mindegyik esetet a szóbeszéd színezi ki kegyetlen emberölés, a húsnak a csontról való leverése, megfolytás, ember húsevésről való beszámolás. Ponikénusz után szabadon terjengenek ezek az információk. A szóbeszéd nem tudhat részleteket. Ezeket az emberek specifikus, helyi vallatú módokkal egészítik ki. Vagyis pontosan azt a részt, amit nem láttak, nem hallottak és nem tapasztaltak. Ebben a levélben található ellentmondás a két egykori általam kiemelt nádasdi alkalmazott és a többi alkalmazott vallomása között. Ugye Dezső Benedek és Szilvási Jakab több száz főnyi halotról beszél, miközben a többi udvari alkalmazott egy maximum négy főről tud. Hasonló párhuzam lelhető fel az ügyben más tanuknál, Például Ponikénus, a csejtei pap, tíz éve tartó mészárlásokról beszél, kannibál orgiákról, viszont a kollégái, a sárvári, kosztolányi, verbói prédikátorok pedig néhány halálesetről tudnak csak. Hasonlóan ellentmondásos ebben a levélben, hogy kilenc tanú csak egy-két halálesetet tud, pedig mindenki a csejtei udvarban élt. Zsuzsanna pedig, akinek nincsen vezetékneve és semmi egyebet nem tudunk róla, 650 főről beszél.